Katolikus mise, rangos elismerésben részesült a pedagógus, kukorica termés, nemzetközi ifjúsági sport találkozó. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. október 26-án 18 óra 5 perckor. Katolikus misére várták a híveket a katolikus templomban. Kedves testvérek, hallottuk az evangéliumban, amikor az apostolok oda mennek az Úr Jézushoz, és kérik, hogy növeld bennünk a hitet. És azt gondolom, ez a kérés mindannyiunk számára az egyik legfontosabb kérés lehet az Isten felé, hogy az Isten szent lelke segítsen bennünket abban, hogy igazán élő hitűek legyünk, és hogy a hitünkben valóban tudjunk fejlődni, növekedni, és kitartani az Isten iránti szeretetben. Mi is a hit, és mi az, ami nem? A hit több attól, mint hogy tudom azt, hogy az Isten létezik. A hit több attól, hogy van fölöttünk egy végső szellemi valóság, aki megalkotta ezt az egész világot. A hit több attól, hogy tudom azt, hogy az Isten felülmúlja ezt az egész világ egyetemet. Az ördög is hiszi az Istent. Egyet nem tud a gonosz lélek tenni, leborulni az Isten előtt és imádni. Tehát valójában a hitünk ott kezdődik, amikor mi leborulunk az Isten előtt, amikor a szellemünkkel, a szabad akaratunkkal válaszolunk az Istennek a hívására. Vagyis amikor meghalljuk az Istennek a szavát, mert hogy az Isten egy szerető kapcsolatra, társ kapcsolatra hív bennünket. Az Isten vár a mi személyes, szabad válaszunkra. Tehát akkor, amikor az Istent beengedjük az életünkbe, amikor az Istennel személyes, belső kapcsolatba lépek, akkor beszélhetünk hitről. És ebben a hitben mi tudunk növekedni. 16. Benedek pápa, akkor, amikor megnyitotta a hit évét, előtt a Porta Fidei, a Hit kapuja című levelével tette ezt meg. A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre, és lehetővé teszi belépést az egyházba, ez a kapu mindig nyitva áll előttünk. És akkor tudjuk átlépni ezt a küszöböt, ha Isten igéje elhangzik, és a szív enged a kegyelem formáló erejének. A hit kapuja jelképezi számunkra azt, hogy el lehet menni odáig, hogy megismerjük a jó Istent. De a hitnek van egy olyan tulajdonsága is, ami az Istennek az ajándéka. Ami azt jelenti, hogy ismeret nélkül nem tudjuk az Istent szeretni. Az ismeret nélkül nem tudunk az Isten mellett elköteleződni. Ugyanúgy, mint egy párkapcsolatban egy férfi és egy nő csak akkor tud igazán elköteleződni egymás mellett, ha ismerik egymást teljes egészében. Ha ismerik a belső történéseiket, vágyaikat, álmaikat, amikor megismerik egymást, akkor tudják odaajándékozni magukat egymásnak. Hasonló módon addig, amíg nem ismerjük az Istent, ami egy életnek a feladata, addig nem is tudjuk magunkat igazán átadni az Istennek. Addig nem tudjuk megnyitni magunkat az Isten előtt. A Szent Atya így fogalmaz, hogy akkor tudjuk átlépni ezt a küszöböt. Akkor tudunk belépni az Isten világába, ha a szív enged a kegyelem formáló erejének. Vagyis a hitetlenségnek pontosan az a lényeg, amikor az ember ellenáll az Istennek. Amikor bezárkózik és elutasítja az Istent.
a szívünket kinyitni, nyitva lenne az Isten előtt, hogy amit a Jóisten kér tőlem, amire az Isten engem hív, arra én rálépek. És ez azt is jelenti, hogy az Isten egy életre szóló útra hív bennünket. Az egész életünkön keresztül végig kísér, és ott van velünk bennünk. A katolikus nevelés oktatásban végzett kiemelkedő szolgálatáért Borsosné Herceg Judit tanító a Szent Gellért díj ezüst fokozatát vette át a közelmúltban dr. Ternyák Csaba érsektől. Tanítóként azt vallom, hogy hatalmas kincs van a kezünkben, mondja Borsosné Herceg Judit, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgató helyettese, aki munkáját hittel, szeretettel, elhivatottan végzi, amelyet a sokrétűség és dinamizmus jellemez. Tevékenységét egyaránt nagyra értékelik kollégái, tanítványai és a szülők is. Megtisztelő és felemelő érzés tölt el, amikor visszagondolok, augusztus 24-én Sárospatakon megtartott tanévnyitó egyházmegyei Veniszangte ünnepségen átvehettem ezt a díjat. A díjazottnak már gyerekkorában határozott elképzelése volt a pályaválasztásról. Talán egészen gyerekkoromig visszaemlékezhetem. Egyedüli gyerekként mindig igényeltem körülöttem a társaságot és a gyermek baráti kört, valamint a tanítóim az egykori iskolámban, az Arany János Általános Iskolában meghatározó élményekkel, biztatással és bátorítással voltak felém, hogy ezt a pályát válasszam. Én azt gondolom tanítóként, és azt vallom, hogy hatalmas kincs van a kezünkben. A gyerekek rettentő értékes szeretettel, igaz odafigyeléssel vannak felénk, és a korosztály, leginkább ez a korosztály az, ami engem megfogott, és ezért választottam a tanítói pályát. A pályakezdő éveimet a volt általános iskolámban, az Arany János úti általános iskolában kezdtem. Nagyon friss még mindig bennem az élmény, hogy nem diákként, hanem pedagógusként fogadtak egykori tanítóim és tanáraim. Nagyon sok szép emléket őrzök a pályakezdés éveimből és a tanáraimról. Minden igyekezetemmel azon voltam, és a mai napig azon vagyok, hogy a gyerekek és a szülők előtt is, és elsősorban a gyerekek előtt is hiteles legyek, és átérezzem, és velük együtt érezzek, és a szívünk együtt dobbanjon minden egyes tanórán. A díjazott jelenlegi iskolájában, a Györfi István Katolikus Általános Iskolában 2001 óta tanít, és már a több diplomával is rendelkezik. Folyamatosan szükségét érzem annak, hogy a pedagógiai módszertani kultúrámat állandóan frissítsem és nyomon kövessem a kor kihívásainak megfelelő pedagógiai elvekkel, ismeretekkel gazdagodjak, és valóban több alkalommal lehetőségem volt újabb végzettséget, illetve diplomát szerezni. 2001 után a szakvizsgázott pedagógiai programba vettem részt, és fejlesztő pedagógusként végeztem az EGRI Eszterházy Károly akkor még főiskolán, illetve 2010-ben lehetőségem volt az ismereteimet és a tudásaimat bővíteni, és mentortanár, gyakorlatvezető mentortanár végzettséget is szereztem. Ha újra kezdhetné is ezt a pályát választaná, mert az elmúlt 30 év meggyőzte arról, hogy neki ez az útja. Az elmúlt több mint 30 év meggyőzött arról, hogy nekem ez az utam. És
Azt sem titkolom, hogy 2015. szeptemberétől, mióta a Jóisten ezt az utat megmutatta nekem, hogy valóban itt van a helyem a pályán, azóta én ezt teljes hittel, szívvel igyekszem végezni. Pedagógusként, illetve vezetői feladataim mellett azt gondolom, hogy nem 8 órás, hanem 0-24 órás ez a hivatás, vállalásom. Amikor a gyerekek kicsik voltak, végül is nagyon egyszerűen meg tudtuk oldani, mert együtt érkeztünk az iskolába, illetve sokszor délután együtt megvártak, és együtt mentünk haza. Természetesen azóta ők már felnőttek, megnőttek, és rengeteg megértést, türelmet, támogatást kaptam, és kapok a mai napon is, vagy mai időben is a gyerekeimtől, fiaimtól. Örömmel igyekszik felfedezni mindenkiben az értéket és a jót, és ennek megfelelően úgy irányítani, hogy valóban sikereket érjen el egy-egy tantárgyból. Domján Sándor agrármérnökkel beszélgettünk az idei kukoricatermésről. Mint megtudtuk, az aszályos időjárás egyáltalán nem kedvezett a termésnek. A helyzetet a közelben lévő háború, valamint az elhibázott brüsszeli szankciók is nehezítik. Hát gyakorlatilag ugyanaz, mint az összes tavaszi növényünket, sőt az őszieket. Az évszázad aszályán vagyunk túl. Ez meglátszik a mögöttem levő növényállományon is, hiszen mind a gazdálkodó, mind a kukorica megpróbálta azt a pici vizet, ami a talajban maradt tavasszal felhasználni, sajnos nem sikerült, hiszen egy 4 hónapos, rendkívüli meleggel járó, csapadék nélküli időszak az Alföldnek ezen a részén a tavasziak termését gyakorlatilag lenullázta. Gyakorlatilag nem termett semmi. Tehát ha azt mondom, az előző évhez képest 100% a veszteség, de akár minden 2-3% tövön találhatunk egy ilyen csövet, hát ami szívesen mondom ki, mert síralmas, tehát amennyire kilódott szerencsétlen növény. Hát most ez van. A kukorica árát azonban nem befolyásolja, hiszen nem a hazai terméstől függ a kukoricának az ára. Ezt a gabonatőzsdéken döntik el, illetve Ukrajnából is megindult Európa fele is, és a világ más része fele az import, ezért a kukorica ára nem emelkedett a tavalyihoz képest, hanem csökkent. Tehát a gazdálkodókat most igen jelentős veszteség éri emiatt. Most épp a növénytermesztésről beszélünk, de a növénytermesztési termékeket használja fel az állattenyésztés, a humán élelmezés, tehát ez végiggyűrűzik. Azt mondom, hogy köszönhetően annak is, hogy az Unió visszatartja a pénzeket, hiszen azokból a pénzekből korszerű, a jelenlegi ütemnél sokkal dinamikusabban fejlődő öntözéses gazdálkodást tudnánk az országban létrehozni, ami azt eredményezi, hogy lényeges termés többlettel rendelkeznénk, ami ugyan magukra, az árakra felhajtó hatással nem lesz, de ennek eredményeképpen olcsóbb lehetne a takarmány, olcsóbb lehetne a hús, olcsóbb lehetne a tojás, olcsóbb lehetne a tej, olcsóbb lehetne a kenyér. Tehát az uniós szankciók és annak következményei, illetve az országunknak járó pénzek nem ideadása, az nem csak az iparról szól, az szól a mezőgazdaságról, szól az emberekről, szól az élelemről. Schwarzheide német és Krosznó lengyel testvérvárosaiból érkezett fiatalok részvételével nemzetközi ifjúsági sporttalálkozó zajlott a Hungarikumok jegyében. A városi sportcsarnokban sportnap volt, amelynek keretében előbb sorverseny, majd a gyerekeknek futball, a felnőtteknek floorball verseny volt. Az emeleten a Bengecseg Alapítvány Hungarikummal kapcsolatos foglalkozásokat tartott, például méviaszból gyertyát készíthetnek, Kamilla világból teacsomagot állíthattak össze az érdeklődők. A sportnapon Karcak csapata bizonyult a legjobbnak, így az aranyérmet ők vehették át. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcak Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!